RNZ, szer. Így. Ebben ugye az a logika, hogy tegyük fel, hogy nincsen bemenet, tehát mindenki nulla a rendszerben, mindenhol nulla, akkor én azt szeretném, hogyha valaki mondjuk egy egységugrást is rátesz az arra bemenetre, azt én nyomjam el, és szépen menjen le nullába a kimenet. Ha ide az RN helyére egy olyan átviteli függvényt ad valaki, aminek egy a statikus átvitele, és szépen egybe áll be, hogyha ide tesznek rá egy egységugrást, akkor az 1 minusz ő az nyilván majd a nullába fog menni. Tehát, hogyha ez egy olyan rendszer az RN, hogy valahogy felmászik az egybe, akkor az 1 minusz ő az meg nyilván majd valahogy lemászik a nullába. Tehát az a lényeg, hogy egy ilyen tervezési feltételt kérnek tőlem, hogy ha nincsen bemeneten semmi, akkor a kimenet viselkedjen úgy, mint egy megadott referencia modell, ez ugyanaz a gondolat, mint a deadbeat szabályzóknál. Ugyanakkor, hogyha nincsen bemenet, akkor meg a zajra viselkedjek úgy, hogy szépen nyomjam el a zaj tulajdonságot. Ez egy teljesen normális elvárás. Most nyilván egy szabályzóval a kettőt nem lehet teljesíteni, tehát ebben erre nincsenek illúziói az embernek, illetve erre a részére nagyon a rendszernek semmit nem tudsz tenni, tehát a zaj elé nem tehet semmilyen, hogy ezen menjen át a zaj, mert a zaj az egy olyan nem mérhető valami. De ide nyugodtan még tehetsz valamit, és például majd látni fogjuk mindjárt, hogy ide teszek egy F ilyen előkompenzáló tagot, akkor ezzel meg lehet oldani a feladatot. Tehát konkrétan mit akarok, hogy a zaj és a kimenet közötti átvitel az legyen az, amit itt nekem előír a tervezés. A zaj és a kimenet közötti átvitelt azt meg tudom tervezni, úgyhogy az F-fel nem foglalkozok egyáltalán, tehát ezt az F-et ezt el lehet nyugodtan hanyagolni. Ebből a szabályozási tervezésből megkapom, hogy hogy kéne kinézzen a C, ezt meg lehet csinálni. Utána, hogyha ezt már tudom, hogy mi a C, akkor fel tudom írni az egésznek az átvitelét, abban lesz egy F ismeretlen, és annak meg egyenlőnek kell lenni ennek az RR-re. Tehát csak hogy gondolatmentet lássátok, hogy ez hogy működik. Az arról a kimenetre úgy néz ki az átköri átvitel, hogy előre csatoló ág az egy sima egyes, egy per, a visszacsatolás az pedig egy pozitív, hát negatív visszacsatolás az egy 1 per 1 plusz C szer G, tehát így néz ki ez a kör, és ennek kell egyenlőnek lenni egy mínusz RN-nel. Tehát ez lenne az ideális. Itt látjuk, hogy mindenki ismert, mindent megadtak, tehát ebből ki lehet számolni a szabályzót. Ebből megkapom a szabályzót, és ezek után pedig az F-et nem nehéz megkapni, azt mondom, hogy az átkör az úgy néz ki, hogy F-szer C-szer G per 1 plusz C-szer G, és ennek kell egyenlőnek lennie RR-rel. És akkor ebből pedig megkapom az F-et. No, tehát így számoljuk ezt az egészet végig, és ebből, ha ezt az ember végig számolja, nem túl bonyolult, akkor eljut valameddig, hogy a C-t azt hogy kell kiszámolni. Most vannak itt buktatók ebbe, ugyanis az történik, hogyha ezt az egészet végig számoljuk, ebből az elsőből még érdemes egyet számolni. Nézzük meg. Minden igaz, akkor jól írtam fel. Egy mínusz RN, akkor ebből azt kapom, hogy az 1 az egyenlő 1 plusz C szer G mínusz RN C szer G, és akkor ebből a szabályzót akarom kifejezni, akkor ezek innen kiesnek, azt kapom, hogy az RN az egyenlő C-szer G minusz RN-szer G, és akkor ebből azt kapom, hogy a szabályzó az valójában úgy néz ki, hogy az RN per RN-szer G, ezt egy jó, így néz ki. Na most mi itt a gond? Vagy hol szokott baj lenni? Ezt ha megnézed, akkor ez még annyira nem jó. Ezt úgy lehet igazán szemletesen megnézni, hogy... De se akartam. Leosztom ezt az egészet G-vel, és akkor kapok egy olyat, hogy
ugye elszámoltam, ne? Ja, nem, jó. Ez így kell kinéznie. Még annyi vagy ide az egy helyére, még beírok egy annyit, hogy ez G-1-G, csak azért, hogy de ez itt csak egy. Mert később látjuk, hogy ezt miért írom ide. Az a lényeg, hogy ez az alak, ami itt van, ez már egy pozitív, ez egy negatív visszacsatolásként felfogható. Tehát én mondhatom azt, hogy ez a szabályzó, ez valójában úgy néz ki, hogy itt van a elrendszer a folyamatnak az inverze, és ez van, hát jelenleg a semmin keresztül negatívan visszacsatolva. Tehát így néz ki a szabályzó. Most ezzel az a gond, hogy a folyamatnak az inverzét azt sok esetben nem szeretjük. Tehát hogyha van benne egy olyan rész, ami instabil, tehát van egy olyan zérusa, ami valójában egy ha pólus lenne, akkor labilis lenne, tehát mondjuk úgy néz ki, hogy z-2 per z plusz 0,6, z plusz 0,5, akkor én ezt nem akarom felreállítani, mert ebből, hogyha ezt veszem az inverzét, akkor azt kapom, hogy a nevezője a z-2, és látjuk, hogy ez egy labilis pólus, mert az egységsugaruk erőn kívül van, tehát ide ezt nem szeretném betenni. Most amiatt, hogy nekem olyat kéne ide tenni, tehát olyan szabályozó, én ide ezt, ha leimplementálom, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a harmadik mintavétel után ennek a cuccnak a kimenete elszáll a végtelenbe, és itt egy labilis szabályozó került elő, ilyet nem akarunk csinálni. Úgyhogy ezért, ez azért van, mert a folyamatnak a labilis dolgait nem szeretnénk ide. Na, és akkor egy kicsit módosítunk ezen az egész tervezési mesén, ezt a következőképpen csináljuk. Igen, itt van. Azt mondjuk, hogy pont úgy előírjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mi legyen a kimenet, csak azt mondjuk, hogy a kimenetbe azokat a részeit, amit a folyamatnak mondjuk labilis lenne, azt nem szeretnénk beletenni. Tehát azt fogjuk mondani, hogy ide be kell rakni egy úgynevezett G-ZL-D-t. A G- az a rész, ami inverz instabil lenne a G-ben, vagy nem szeretnénk kiszabályozni. Igen. Jó. És ezt az R-t, ezt is úgy mondjuk meg, hogy ebbe is beletesszük azokat a részeket, amiket nem tudunk kiszabályozni. Az R-n. Jó, így precízebb a jelölés. Tehát a kimenet és a bemenet közötti zárt kör kapcsolatot azt úgy akarom felépíteni, hogy a körnek a nem kiszabályozható részeit azokat meg akarom hagyni, a holtidőt is nyilván nem tudom kiszabályozni, azt is meg akarom hagyni, de a maradékot, tehát ami ezeken kívül lenne a folyamatban, azt így 1 per z-re szeretném cserélni, kb. Erre lehet gondolni, tehát a kimenőjel és a bemenőjel között ez legyen a kapcsolat, illetve a kimenőjel és a zaj között meg legyen az a kapcsolat, hogy egy mínusz e rendszer G-Z-D. Igazából ennyi. Tehát itt is azt csinálom, hogy a folyamat a nem szabályozható, meg a holtidős részével nem tud mit kezdeni, tehát a zaj, az ahogy bejön a kimenetbe, biztos, hogy amint először megjelenik a körön körbeérve, ahhoz meg kell várni, amíg eltelik a holtidő, illetve át kell menni a folyamatnak a nem szabályozható részén, és ezzel nem is tudok majd mit csinálni. Tehát ezeket bent hagyom. Mindössze azt a részét tervezem a szabályozásnak, ami a folyamat szabályozható része. Tehát mondjuk ide is írok 1 per z-t, akkor legyen valami szám benne. De az, ami itt van, ezt adjuk úgy meg, mint a folyamatnak a zaj elhárító tulajdonságának megadott átviteli elvárás, és erre mondjuk azt, hogy ez pedig az RR. Na most, ha már a folyamatot szét kellett szedni ilyen G pluszos, G minuszos részre, akkor ez a fenti képlet egy kicsit módosul. A sok számolás végén azt kapjátok, hogy a C az úgy fog kinézni, hogy e rendszer G plusz minusz 1 per 1 minusz e rendszer
ezt most nem akarom végszámolni, ugyanez jön ki. És ha ezt nézitek meg most, hogy ugyanilyen negatív visszacsatolással akarjuk megcsinálni, mint az előzőt, akkor látszik, hogy működik a dolog. Itt van az előre menő ág, ő szerepel itt is, és vissza van csatolva a folyamaton keresztül, tehát ennek az lesz az eredménye, hogy a szabályzót úgy akarom majd megvalósítani, hogy itt van az E-rendszer G plusz minusz 1, ide van téve maga a folyamat, és itt a negatív visszacsatolás. Tehát ez lesz az a blokkdiagram, ami a szabályzót nekem megcsinálja. És ebből látszik, hogy milyen elvárást szeretnék én a Joule parametrizálással szemben, hogy amikor megcsinálom ezt a G-nek a felbontását, amit fekete lébe. Tehát amikor valamilyen alakba felbontom a folyamatomat, akkor azt én úgy akarom megcsinálni, hogy ez a blokk, amit ide kell, a folyamat az nyilván megvalósítható, mert oda van téve, tehát létező folyamat, hogy ez a dolog, ami itt van, ez megvalósítható legyen. Mindjárt megnézzük, ezt hogy kell értelmesen csinálni. Tehát az kell, hogy ez az rendszer G plusz minusz 1, ez megvalósítható legyen. És ugyancsak a másik egyenletnek a megoldásából ebből azt kapjuk, hogy az előkompenzátor, azt hol írjam fel, mit lehet ennek itt. Ez valamelyik R per a másik R. Erre az jön ki, hogy ez az R per R. Jó? És hát nyilván azt szeretnénk, hogy ez is megvalósítható legyen, de ezt úgy kell megadni a tervező polinomokat, tehát amit ott megadnak nekünk az R-et és az R-et, hogy ez működőképes legyen. Jó, na nézzük meg, hogy akkor hogy kell egy ilyen szétvágást csinálni, mert általában ez szokott nem sikerülni az EH-ba, meg a házban mondjuk nincsen Joule, hogy adunk egy mintavételes rendszert, meg mondjuk, hogy tervezzenek hozzá Joule parametrizálást. Mindenki tudja azt a pár képletet, amit tudni kell, tehát hogy a Joule parametrizálásnál a szabályzót így kell kiszámolni, és mellesleg ezt szoktuk Joule paraméternek nevezni, de általában az, hogy az a ki a G plusz, ki a G minusz, ezeket nem szoktátok annyira jól tudni, úgyhogy most egy ilyen menjünk végig. Jó, nézzen ki úgy a folyamaton, hogy most veszem azt a mintapéldát, ami már az előbb is volt.